Kelleher, indulnunk kell! Hány óra van, biztos úr? Fogja be! Megyek már! Add a pisztolyt, Ernest. Mi? Ne pofász, tedd, amit mondok. Add azt a rohadt pisztolyt. Gyilkos összeesküvés. Washington állam. 9 hónap múlva. Csomag Mattis bírónőnek. Már elnézést, uram, de nem helyeslem. Nézze, milyen pocsék lett a tesztje. Ha most jelentkezne, biztos nem vennék fel. 3 havi kezelés után nem csoda. Majd javul az eredménye. Elnézést, uram, nem olvasta a jelentést, zabálta perkodánt, a váliumot, és droggal akarta gyógyítani minden baját. Ha összesodorják, elszívhatták volna a rossz fiúk, mint a füvet. De minden rossz fiú meghalt, Paul. Na kotródjon innen! Bírósági határozat! Mindent megpróbáltam, mi a felét akar? Ne szállítson óránként 150 dollárért kifogásokat! Nekem jobb ötletem van! Ezen túl semmit nem szállítok! Nagyon helyes, legalább nem adósodom el halálomig a semmiért! Tudja, mi a véleményem? Jól döntöttek! Jobb a lányának, ha nem látja magát. Rosszkor jöttünk? A bombát egy bírónőnek, Faith Mattisnek küldték. Hadd viseltek bírósága. Első generációs, igyekvő amerikai. Spanyol. Az apja nincstelen volt, és jótékony gazdagként halt meg Miami-ban. Egyébként rövid áttekintést készítettünk az ügyeiről. Nos, szinte csupa olyan ítéletet hozott, amely érdekeket sértett. Fegyveres védelemre van szükség, amíg a merénylőt el nem fogják. Nem. Connor? Az eredményem javulni fog. Nem erről van szó, ez felelős megbízatás. Ez felelős babysitterség. Na, ugye megmondtam. Hagyja, Paul. Mondja, van fogalma arról, mit kockáztat a nagyfőnök a maga kedvéért? Webber, fogja már be. Bemegyek és beszélek vele. A főnök a nevét se akarja hallani többé, Connor. Nincs már szék az íróasztala mögött, mert amikor megmondtam neki, hogy vissza akarom venni magát, ő ripityára törte. Tehát értse meg, vagy Mattis bírónő, vagy korai nyugdíj. Tessék, válasszon! Készen áll, ügyvéd úr?
Igen, bírónő, köszönöm. Az MC-111-es helikopter programról kiderült, hogy valóságos csapás. 5 gép zuhant le 4 év alatt. 17 halott. De a Védelmi Minisztérium állítása szerint nincs vele probléma. Nos, ma egyértelműen bebizonyítjuk, hogy széleskörű csalás folyik a Védelmi Minisztériumban, és ezért hibás alkatrészek épültek be a helikopterbe. Szólíthatja a tanúját. Köszönöm, bírónő. Kéretem Douglas Penöbed őrmestert. Őrmester, várják a tárgyalóteremben. Igen, azonnal megyek. Bírónő, a Védelmi Minisztérium kifogásolja a tanút, mivel egyszer már hamisan vallott. A hamis vallomás csak állítólagos. Majd kivizsgálom, hogy az volt. A felperesek nem adták át nekünk a tanúvallomások másolatát. 2,5 évig tartott, hogy ide kerüljön ez az ügy, Mr. Calder. Nem lesz további halogatás. Hol van Penöbed őrmester? Metz bírónő. Penöbed őrmester a korona tanúja, és eltűnt innen. Az alperes okkal kérhet elnapolást. Ugyan már, Fész. Adjon alkalmat, hogy... Én bíró vagyok, Roger. Nem a maga pártján állok. Még ha talán szeretnék is ott állni. De legalább ezt nézze meg. Penöbed küldte önnek. Tudja, hogy nem vehetem át. Inába szállt a bátorsága. Biztosra vette, hogy a hadsereg mindent megtesz, csak hogy ő ne tanúskodjon. Nagyon fontos lehet. Mit jelent ez? Azt reméltem, maga tudja. Justin, ki ez az ember? A testőre asszony. Üdvözlöm, Connor Gallagher vagyok, bírósági nyomozó. Örvendek nyomozó, és sajnálom, hogy hiába jött. Kikíséri valaki az urat? És érvényesíti a parkoló jegyét? Az irodámban leszek. Hé! Az az én kocsim volt. Tudom, asszonyom. Mostantól velem közlekedik. Maga elszállította a kocsimat? Sikíthat útközben is. Az övet, hölgyem. Hello. Engedelmével beülnék. Kicsit gyorsan vezet. Igazán nem értem, miért ilyen dühös rám, hiszen engedtem vezetni, nem? Semmit sem tilthat, vagy engedhet meg nekem. Megmondtam világosan, hogy nincs szükségem testőrre. Ezt sürgősen tisztázza a feletteseimmel, de addig én felelek magáért. Szóval, hajtson lassan! Megint parancsolgat! Miért ilyen tüskés mondja? Egy ilyen szép nő. Hajtson le az első kijáratnál. Miért? Mi baj? Egy furgon követ minket legalább 10 perc. Hajtson csak le, ahogy lehet. Thank you.
vaklárma volt? Most igen. Amíg nem tisztázom ezt az ügyet, Geleher nyomozó, ragaszkodjunk egy egyszerű szabályhoz. Ha lát valamit, és újabb biztonsági intézkedést javasol, azt előbb beszélje meg velem. Nos, megértette? Mi lesz, ha nem tetszik magának? Megegyezünk egymással. Felnőtt emberek módjára. Az első megegyezés a kocsiról. Ezentúl is én vezetek mindig, egyedül, és maga követ. Nem. Nem. Nem, nem. Hát ez az. Vegye úgy, hogy kirúgtam. Kérni fogom a felettesétől, hogy küldjön más embert. Tessék. Kérje most rögtön. Reggel már itt se vagyok. Kicseng. Halló? Igen? Nem, nem izgat, hogy mit gondolsz, Russo, nekem most kell. Megmondtam világosan, nem adom az ütőkártyámat. Csinálj nekem másolatot az Isten szerelmére! Így ki vagyok szolgáltatva! Ki a franc tehet róla? Hát nem, nem én, az Isten verjen meg! Nem volt más választásom, tudod? Jól van, adj két napot. Várja a Harrisburgi Miradorban. Jó. Mondanád, hogy hová viszel? Egyenest az égbe, baby. Igen? Az nem rossz hely. Azt mondtad, hogy 75 dollár, igaz? Nem, apuskám, 100 dollár. De tőled 75 is elég lesz. Vesd le a ruhádat. Ó, te már harcra kész vagy. Mindent megkapsz. Csak kiszaladok a mosdóba. Sietek vissza. Az amerikai hadsereg. Az új technológia. Újabb rossz hír a hadseregből. Az áldozat Tim McEndrew őrmester, a második katona, akit szerencsétlenségért a virginiai kiképzőbázison 10 hónapon belül. Szakmai mulasztásról nem lehet szó, mivel az őrmester a bázis egyik legjobb helikopterpilótája volt. A hadsereg és a katonai ügyészség szakértői megkezdték a vizsgálatot. Az időjárási viszonyok kedvezőek voltak. A helikopter 200 lábnyi magasból zuhant le. A bázis parancsnoka azt nyilatkozta, hogy nem vág a hivatalos vizsgálat elébe. Mint ismeretes, az eddigi MCN-11-es áldozatok hozzátartozó hiperkultúrnak a védelmények. Branson. Uram. Végrehajtotta? Elmenekült, uram. Keresse meg. Igen, uram. Asszonyom. Bocsánat, uram, megtudhatnám a nevét? Nem vagyok a listán. Személyi testőrnek jelöltek ki. Meg kell kérdeznem, uram, várjon egy percig. Ez az őrnagy hatásköre.
Köszönöm. Metis bíró. Csak azt akartam mondani, mennyire örültem, amikor a bizottság úgy döntött, hogy elfogadja a kinevezésedet. Mit akarsz tőlem, Scanlon? Na hát, annyira utálom, hogy ebben a városban mindenki ilyen cínikus. Én tényleg örülök, hogy sikerült. Köszönöm. Na gyere, gyere! Bátran, nem fogod megbánni. Mondtam már neked, hogy én folyton folyvást arról ábrándozom, hogy egy este négy szem közt maradjak egy szövetségi bíróval. Nem is egyszer. Többek között ezért váltam el tőled. De miért állhat egy olyan apróság, mint egy ostoba válás a csodás szex útjában? Köztünk nem volt csodás szex, Peter. Nem volt? Sosem késő elkezdeni. Nem. Nem. Értem már, azt akarod, hogy felhívjalak. Azt akarom, hogy költöz Európába. No csak, Conor Gallagher. Rég láttam. Személytestőr maga? Ennél mélyebbre már nem is süllyedhetne. Adja a fegyverét, Gallagher. Vagy pedig odakint vár. Ez minden? Azt hiszem. Egyelőre. Aha, köszönöm, köszönöm. Nagyon kedves. Remélem, később találkozunk még. Még egyszer köszönöm a gratulációt. Jó estét. Kilencszer megúszta éppőrrel, vagy kilencszer megfogták, attól függ, hogy nézi az ember. Szerintem ez is az is. Hát az igaz, jó estét, uraim. Hello. 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 Lenne egy percet ábornak? Holnap lesz az interjú Scanlon 10-kor. Igen, tudom, de hát miért üljek egy Pentagon sajtószobában, amely olyan avas fánk és rossz kávészagú, mint önök? Ha nem ízlik a kávénk, hozzon magával. Lenne egy gyors kérdésem, tábornok. Köszönöm. Az elnök döntése, hogy felgyorsítja a Pentagon reformját, összefüggésben van talán az MC-1-11-es ügyével? Nincs ilyen ügy. Hamarosan bebizonyítjuk. Ami pedig a Pentagon reformját illeti, az elnök vessen csak véget a katonai kiadások körüli csalásnak. És most indul egy busz 5 perc múlva Scanlon. Feküdjön alá. Kedves. Segfej. Én tudom, mennyit ért a támogatása, hiába tagadja. Túlbecsüli a befolyásomat. Nem, Mr. Jarrett. De ez hizelgő rám nézve. Jarrett főbíró úr. A tábornok, nagyon örvendek. Ismeri Metis bírónőt? Egyelőre csak hírből. Elolvastam azt a vasárnapi cikket. Kár, hogy elolvasta. Kíváncsi volnék, mit talált legkezelőbbnek. Azt, hogy maga a legfiatalabb szövetségi bíró, vagy azt, hogy a legszebb? Nem úgy emlékszem, hogy szépnek neveztek. Mulasztást követtek el.
Bocsássad meg. Hogy tetszik magának a Pentagon felkelő csillaga? Azt mondják, a lelki táplálkozásláncban a kígyó és a patkány közt a helye, de természetesen nem törődöm az ilyen gonosz pletykákkal. És mondja, hallottam, hogy eltűnt egy tanú. Hogy is hívják? Penöved. Na és előkerült már? Nem. Akkor megint a minisztérium nyer. Nem szükségképpen. Adok még időt a felfereseknek. Rendkívül óvatosnak kell lennie, Fész, mert ha ezután másodfokon veszít, az kínos lesz. Azt ajánlja, ejtsem a vádat. Én nem ajánlottam semmit. Tegye, amit helyesnek lát. Ez csupán egy tapasztaltabb ember figyelmeztetése. Tudom, hogy jól fog dönteni. Szálljon ki! Hajja! Szálljon ki a kocsiból! Hé, álljon meg! Én meg ezt az átkozott nő szemét! Művel. Elment az esze! Jöjjön! Elment az esze! Jöjjön már! Fész, drágám, mi történt? Jól vagy? Nyugodj meg! Hazaviszlek. Hazavisznek a kocsiba, jó? Két kamerát a hálóba és egyet a... illetve hármat a hálóba, egyet mindjárt ide, egy másikat az előszobába. Igen, köszi. Uram. Hozzuk be a kamerákat, fiúk! Ja, és vizsgálják át alaposan a házat. Kérem, asszonyom, ha megengedi, szeretném ismertetni a biztonsági kamerák elhelyezését. Hol van Keleher? Eltávozást kapott, várjuk az utódját, hogy ön kérte. Nos, legyen szíves és nézzen ide. Felteszünk egy kamerát ide az ajtó elé, egy másikat ahhoz az ablakhoz. Na kicsim, kényelmes lesz. Kényelmesen érzed magad benne? Igen. Jól van. Csak megigazítom még a szemüvegedet. Megvan. Felkészültél, drágám? Jól van. Egy-kettő is mehet. Be a vízbe. Be a vízbe. Ügyes légy. Hát, oda nézzen. Egyáltalán nem fél. Nem tudom, miért vagyok itt azok után, amit tett. Nagyon hálás vagyok érte, Dennis, és sajnálom, hogy megütött. Nem ütött meg, csak kidobott az ajtón, ez is elég. Ha vigaszt jelent magának, az ablakot céloztam meg. Csuda ügyes vagy. Na, ugodj még egyet. És hogy állunk? A kérelmét meghallgatják, de
Ott volt a felesége tetlegességi panasza. Azt már visszavonta. Eltörte az asszony két ujját. Az arcomba vágott Dennis. Az állam tört el az Csak ujját. Hogy vizsgálat folyt erről, és nyoma van az aktákban. Egy-kettő! Mit szól ehhez? Mi ez? Hibátlan ugrás volt. Ella? Ella? Gyere, drágám, ideje mennünk. Gyere, aranyom. Így, jól van. Ezt szépen ráterítem, meg ne fázz. Menjünk, és megszárítom a hajadat. Hát... kevés érve maradt, ami ellenem szól. Sajnos ott van a drogfogyasztás kérdése. Azzal védem ki, hogy először a fájdalom csillapítókhoz szokott hozzá, amikor megsebesült a katonai szolgálatban, így talán kicsit elfogadható. És ez részben igaz is. A gond az, hogy az ő ügyvédje előás minden rosszat. Igyekszik magát lejáratni, tehát minden áron maradjon most tiszta. Tudok valakit, aki segíthet ebben, hogy ne essen Nem vissza. Kell segítség hozzá. Érti? Másfél éve nem láttam a lányomat. Nem teszek olyat, ami ezt meghosszabbítaná. Hess. Felhívom, ha hallok valamit. Akármit. Na gyere, te cula! Nem vagyok cula. Kapaszkodj, apuba kincsem! Legközelebb ő vezeti a gépet! Mr. Gallagher! Kopognak az ajtón! Na milyen? Szép vagyok? Nekem adott halacskám. Igen, apu. Kis bogár, messzire szállj. Ügyesek vagytok, lányok. Mi is repülünk. Tényleg? Hát, legalább háromszor kopogtam. Na, nem hiszem, hogy nyitva volt az ajtó. Ezer bocsánat, a mosógép szerelő engedett be. Hát, a mosógépes erre nincs feljogosítva. Hé! A gépét lelőtték. Mit képzel, hogy nyitogatja itt az ajtót? Lövésre nem jár garancia, uram. Várjon. Nem érek rá. Mit óhajt? Csak meg akarom mondani, hogy hálás vagyok azért, amit tett. És ami az új testőrt illeti... Igen, nem érdekes. Jól tette. Mi sose fértünk volna össze. Rendben van. Bár talán meggondolja magát, ha jobban megismer. Sajnálom, de nem hiszem, hogy lesz rá alkalmam. Kértem, hogy küldjék vissza. Uram! Kimegyek egy kicsit körülnézni. Halló? Szia, én vagyok. Na, hiányzom már. Ne sürgess. Még csak két éve költöztél el. Csak hallani akartam, jól vagy-e? Jól vagyok. És ha... nálam nagyobb biztonságban éreznéd magad, akkor... Ezt valahogy nem találom nyerő ötletnek. Tudod, hogy keddel lenne az ötödik évforduló? Menjünk el kettesben vacsorázni. Nincs már mindenki évfordulója.
jó, kösz, hogy hívtál. Jó ét. Várj, fész, várj! Várj, várj! Csak még hadd kérdezzem meg, hogy mi van rajtad? Te vagy a leglassabban érő kamasz, mióta csak ember él a földön. Na, mondd meg, fész, kérlek. 4 órás repülés vár rám, egy kutyának való vacsora a gépen, és 2 nap Winston szélemben az alelnökkel. Búvárruhát viselek. Na, lássuk csak. Az Amerikai Jogászszövetség koktélján voltál, tehát elegánsan öltöztél fel. A fekete szoknya és a Cheyenne blúz. Ha elárulom neked, hogy most veszem le a harisnyámat, akkor befejezed végre a beszélgetést? Igen. Épp kicsatolom a harisnyakötőmet. Melyiket? A balt. Aztán letűröd. Lassan. És a hátad mögé nyúlsz. Aztán nagyon lassan leteszem. Központ! Itt a 97-es! Azonnali erősítést kérek! Vészhelyzetben vagyok, meg kell, hogy hallgasson! Nem tehetem! Muszáj kivételt tennie, vagy nekem végem! Hoztam valamit, ezzel mindent rájuk bizonyíthat! Az lehetetlen, hogy tanúskodjak, de elhoztam helyette ezt a kulcsot! Nem is beszélhetünk magával! Tegye el ezt a kulcsot, kérem! Nagyon kérem, tegye csak el! Értse meg már, nem lehet! Tegye el ezt a kulcsot! Én bíró vagyok, értse meg! El a fegyvert! Dobja el! Ne lőjön! Jó. Tessék! Csak lassan. Meg akarnak ölni. Mindenkit megölnek. Lépjen vissza! Dobja el a fegyvert. Meg kell, hogy mentsenek. Mentsenek meg. Na jó, jöjjön be. Ossza be a fiúkat. 3 óra őrségben. Aztán váltunk. Szervezze meg minél előbb. Igen. Hová, hová? Bocsánat, de nem mehet be, hölgyem. Kéla Rein hadnagy vagyok. Kihallgatom Metis bírónőt. Ó, őt már alaposan kihallgatta az FBI. Talán jöjjön vissza reggel. Hadnagy? Valami probléma van? Dehogy. Nincs itt semmi probléma, ha elmennek. Nem tartozik ugyan magára Geleher, de Pönöbed őrmester engedély nélkül hagyta el az egységét. Itt a hadsereg illetékes. Én vagyok az illetékes. A hölgy fáradt. Én vagyok a felelős érte. Távozzon. Nagyvonalú akartam lenni magával, Geleher. De maga nem felejt, nem zárja le a dolgot. Le kell nyelni ezt a békát. Na jó, bár szerintem... Menjen. Annyit ér, mint egy rakás szar, és a hírnevese nyomja el a bőzét. Nem érdekel, csak LeBronson. Most pedig menjen a büdös francba. Mi az ördög folyik itt? Branson őrnagy vagyok. Ez az ember rátámadt a hadnagyra és megfenyegetett. Nem bírónő, nem egészen így történt. Nyugi, nyugi, nyugi fiúk, ez csak véletlen volt. Bocsánat, ereszetek el. Higgadjanak le odakint, uraim. Remélem megértik, hogy véletlen volt. Nem akarja elmondani, mi volt ez? Nem. Hogy lehet, hogy egy vitézségi éremmel kitüntetett helikopterpilóta kénytelen volt lemondani a rangjáról? Utána néztem. Gondolom, ez kellemetlenül érinti. Minden kellemetlenül érint, amit maga tesz. Nem akar felelni? Lecsaptam a felettesemet, amikor rájöttem, hogy egy görény. Elég? Ennyi? Aztán kidobtam egy hotelszoba ablakán. Sajnos épp az úszómedencébe. Branson volt ez? Igen. Miért? Az öbölháború második napján történt, hogy nem találták az elitgárdát, de Branson talált egy lányt, aki tudta, hol van. Hatalmas lebőgéstől mentette meg ezzel az egész vezérkart.
Igaz, a lány végül belehalt a kínzásba. A gazember. A görény. Rám parancsolt, hogy vegyek részt benne. Jobb lesz, ha bemegyünk. Várjon! Penöbet adott egy rekeszkulcsot. Nem mutatta meg az FBI-nak? Szerintük rasszista vagy szexista robbantott, és Penöbet nem ért ha hozzá. Ha Penöbet őrmesternek valamilyen baja van, miért nem mondta el, mert mi fél, az? Mert szökik, tudni akarta bennem, bízhat. Bizonyítanom kell, hogy elmondja az igazat, és tudni akarom, mi van a rekeszben. Ez nagyon rossz ötlet, asszonyom. Kijelentem, erről szó sem lehet. Egy óráig maga van őrségben. Ez azt jelenti, hogy maga felel értem még 45 percig. Nem. Várok, hogy csinál. Ez Penöbet. Nézze csak. Később nézzük meg. Szálljunk kocsiba. Nézze csak meg. Már negyed órája lejárt a szolgálatom. Indulás. Ellenőriztem, ez a 12. század géraja, Penöbet egység az öbölháborúban. Igen. Sikerült anyagot kapnom a képen lévő többi katonáról. Négyen meghaltak. Öngyilkosság, hadgyakorlat és autóbaleset. Az ötödik, Russo, két éve leszerelt és nyoma veszett. Ahogy Penöbetnek most. Ez nem rám tartozik, nem akarok belekeveredni. És ez itt még csak a kezdet. Tudja, ki volt a parancsnokuk az öbölben? Nem. Megkötír tábornok. A védelmi miniszter összeköltözött. Várjon, tisztje. Mindezt miért mondja el nekem? Részben, mert élvezem, hogy dühíti az egész. Ó, nagyon kedves. Főleg, mert bízom magában. Van valami fogalma arról, mi lehet ez? Nem tudom. Penöbet küldte nekem. Olyan, mint egy nyilvántartási szám. Asszonyom, megérkezett. Azt mondta, bent vár. Ide kérettem Mekiter tábornokot 10 órára. 4 halott és 2 eltűnt ugyanabból a 6 fős rajból alig 2 év alatt. És nem találja furcsának? Legfeljebb furcsa véletlen. Penöbet biztosra vette, hogy meg akarják ölni. Azt hiszem, ürügy, hogy ne kelljen vallomást tennie. De ő egy rendkívül ártalmas tanú egy kártérítési perben, ami a hadseregnek 100 milliókba is kerülhet. Hova akar kiukadni? Miért fél így Penöbet? Sajnos Penöbet őrmester a kártya szenvedély rabja. És ha választani kell a maga légből kapott sértő gyanúsítgatásai közt, és aközt, hogy pénzbehajtók hajszolják, az utóbbi tartom valószínűnek. Érdekes, milyen jól emlékszik. Nem értem, uram. Én nem értem magát. Emlékszik egy katona kártya szenvedélyére, akinek 9 éve volt a parancsnoka. Megtudhatnám, ki ez? Geleher nyomozó, személytestőr. Kérdezett valamit öntől, tábornok? Nem. Eddig nem emlékeztem. Átnéztem az anyagát, mikor váratlanul eltűnt. Legjobb lesz, ha gyorsan megtaláljuk, és gyorsan meg lesz a válasz. Ez mindnyájunk érdeke. Ez marhaság. Mégis bele akar keveredni? Isten ments. Mellesleg nem hiszem, hogy az én keveredésem tetszene magának.
Hé, mi történik itt? Hívd a rendőrséget! Jóságos ég. Öngyilkosság. Figyelni fogjuk a nyomozást, de nem lehet probléma. Nála volt a lemez? Nem volt nálam. Miért kap Metis bírónő különleges személyi védelmet? Mert merényletek történtek valami rasszista fanatikus Miami-ból. Keresse meg. Segítsük a végrehajtásban, tábornok? Nem egészen. Ó, és őrnagy, kapcsolja ki azt a testőrt. Vagyis Gellert, uram? Boldogan. Először fordult elő több mint 30 éve, hogy a versenyt... Ha megtudja, azonnal hívja. Köszönöm. ...kénytelenek voltak lemondani. Nem volt ilyen csalódás Seattle-ben, amikor megérkezett az elnök, hogy támogatásáról biztosítsa az eddigi legnagyobb űrkutatási vállalkozást, amit az Egyesült Államok légiereje és a magáncégek együtt fedeznek. Tessék! Jelenleg a felkészülés utolsó lépéseit teszik meg az OB... Mindjárt! Jó, jó, jövök már! Megölték Penöbetet. Á, nem óhajt bejönni? És azt állítják, hogy baleset. Ez 5 a 6-ból, Connor, csak Russo maradt. Előbb kell megtalálnunk, mint ők. Sehogy se tudom megértetni magával, hogy ez nem tartozik rá. Nekünk megmondta, hogy meg akarják ölni, és így lett. Nem izgat. Ezt nem hiszem. Mondom, el. Nem izgat. Azt hisz rólam, amit akar. Nem változtat semmi. Ó, kezdem érteni. Nem sikerült, amit tervezett. A házassága se sikerült. Rosszra fordult minden, hát feladja. Amikor felébred, ez mindig ilyen utálatos vagy, ma ballábbal kelt fel? Ó, a világ tele van puhányokkal. Láttam már, és látok eleget. A gyávák és a gyengék játsszák meg, hogy semmi sem számít, és nem tehetünk semmit. Csak azt leplezik vele. Hogy meg se próbálják? Nem lőne fel egy jelzőrakétát, hogy közeledik de épp a ponthoz? Maga? Láttam én, mennyi hibája van. Makacs, durva, modortalan, de most kiderült. Hello. Hogy csak önmaga izgatja. Mm. Mi történt? Engedélyezik, hogy lássam a lányomat. Korán eljött magához a Jézuska. Tessék. Szerencsét szeretnék kívánni. Holnapra. És kérni, hogy ne izguljon nagyon. Honnan a csodából veszi, hogy izgulok? Tévedés. Akkor jó, mert úgy tudom, nem is egy védencem azzal töltötte az éjszakát egy fontos tárgyalás előtt, hogy felpróbált minden inget és nyakkendőt, ami volt neki. Azt hiszem, én valamivel lazább vagyok ennél. Azt számít, hogy együtt lehet a lányával. Olyasmit vegyen fel, ami kényelmes. Ne törődjön mással. Helyes. Gondolok majd magára. Amint látja, egy kis meglepetés. A
Adja a fecskendőt. Élvezze a drog hatását, lebegjen csak, míg le nem esik. Gyerünk, uraim, hozzák! Jöjjön közelebb, mozgás! Jó, jó, megyek! Itt van a nő. Hozzák. Megértetted, hogy mit kell csinálnod ezért? Mehetünk. El fog jönni. Tudom, hogy eljön. Dugni akart, aztán fizetés helyett leütött. Be volt lőve, láttam rajta. Jól öltözött pasas. A rohadék. Emlékszel, hogy hol van? Ott beljebb, sittelje csak le. Megdug a szemét, aztán nem fizet. Na, látja, ott van. Nyomás, álljon fel! Azt állítja, Branson kapta el, és ő lőtte be heroinnal, és hogy fizetett a prostinak, hogy lebuktassa. De szerintem visszaesett, és most rákenni valakire. Úgy tudom, elszámolni valójuk van Branzonnal, és az kapóra jött neki. Na jó. Hozza ki. Közölje vele, hogy felfüggesztem a fegyelmi idejére. És bármi történt is, a sajtó ne tudja meg. Már is megyek, uram. És Paul, ne vigyorogjon, bárhogy örül is. Szemét. Félre az útból! Menjen innen! Várjon, ezek kiterveltek minden! Nagyon békén! Viselkedjen okosan, gondoljon a gyerekre! Újra láthatja, megígérem. Csak a lányom ér valamit az életemben, és akkor jön maga, és belerángat. Nem rángattam bele semmibe, Branson tette. Connor, csak azért volt egyáltalán lehetősége, hogy lássa, mert elintéztem magának. Én szóltam a bírónak, beszéltem magáról, és ő személyes szívességként megengedte. Hol a kísérete? A körgyűrűn vesztek el. Nem volt nehéz, magánál is lassúbbak. Most hová megy? Ez érkezett ma reggel. Egy hajóállás bérlete Baltimoreból. Azt hiszem, Penöbet adta fel a halála napján. Akkor mi van? Nem izgat?
A nyilvántartási szám a fénykép után, azt hiszem ez az utolsó láncszem. Tehát velem jön, vagy nem? Nem csak a maga telefonja tette, hogy láthattam volna a lányomat. Minden pénzem elment egy ügyvédre, csak bíróságra járok egy éve, és tiszta voltam az egész rohadt évben. Nagyra becsülöm, amit értem tett. De ne avatkozzon bele többi az életembe. Érti? Hát nem emlékszik rám? Ismertem valaha az apját. Sok éve. Sajnálom, hogy csak két ujját tudtam levágni. Korán jön el a Jézuska magához. Túl sok a rejtett vezeték. Eljött mégis. Pedig nagyon nem akartam. Ahányszor magával vagyok, valami felrobban. Csapdába csalták. Nem értem, hogyan. Lecsalták ide, és úgy intézték, hogy várja az az őrült. Miért nem mondjuk el, amit láttunk? Azért, mert ha az FBI kihalászza a kikötőből, azt fogják hinni, hogy a magának szánt bombájától halt meg. Connor, valahogy egy kicsit furcsán... Jöjjön. Tehát, uraim... Csak úgy előzhetjük meg a kárt, amit ez az önző politikus okoz folyamatosan a hatalmas ország fegyveres erőinek, ha cselekszünk végre. És ha cselekszünk, uraim, keményen kell cselekednünk. Végtére is egy elnökkel bánunk el. Bocsássanak meg, uraim. Uram. Nos? Nincs ott a holttestük. Nem tudom hogyan, de elmenekültek. Fogytam van a türelmem, őrnagy. Megértem, uram. Ellenőriztem a hitelkártyájukat, a nő két repülőjegyet vett Portlandbe. Miért Portlandbe? Ez az utolsó címünk Rousseau-ról. Az asszony most is ott lakik. Rousseau-nál van a lemez a dicsőség alapról. Nem találhatják meg előbb, mint mi. Már másfél éve elváltunk. Azóta talán kétszer hívott, aztán váratlanul beállított egy éjjel. Feltörte a hátsó ajtót és felsurrant hozzám. Azt hittem infarktust kapok, amikor megláttam. Mikor volt ez? Pár nappal ezelőtt.
Soha nem láttam olyan rémültnek. Biztosra vette, hogy a házat figyeli valaki. Nem is ment ki soha. Nem ment oda az ablakhoz. Behúzva hagyta a függönyt. Aztán egy reggel látom, hogy elhúzta a csíkot. Egy szó nélkül. Nem mondta el magának, mitől fél? Nem. Találkozott ezek közül valakivel? De említette nekem a hadbíróságot. A hadbíróságot? Valahol Szaúd-Arábiában. Elraboltak egy szállítmányt. És először a rajukat vádolták, de lezárták ezt az ügyet. Azt is mondta, mi volt a szállítmány? Nem. Nem hagyott valamit a lakásban, vagy nem volt nála valami, ami arra utal, hová ment? Nézzék meg. Nekem nem tűnt fel semmi. Ez a cucca. Megnézem, nincs-e más is. Semmilyen hadbíróságról nincs szó az anyagában. Szó lenne, ha ejtik a vádat. Nem ejtették, lezárták az ügyet. Tehát volt tárgyalás, de nincs nyoma. Ez még az övé. Ezt vajon miért keretezte be? Halvány fogalmam sincs. Jake nem szerette a baseballt. Oh, bocsánat. Szignált, Ken Griffey Jr. kép. Megér pár ezer dollár. Csak egy színes fénymásolat. Nem másolat. Nem tudom, kérdezgetnek Jake-ről. Azt mondták, a bíróságtól jöttek. Nézze. A nő mutogatott valamilyen igazolványt. Igen, uram. Szerelmére mit művelnek maguk? Fusson! Kerülje meg! Fedezzen! Mi? Tartsa valahogy távol őket! Szálljon be! Tudom, higgy el, gőzöm sincs róla. Nem láttam semmi elemezt, esküszöm. A portlandi rendőrség. Elnézést. Rendőrfőnök? Itt Branson őrnagy. Szökésben van egy bűnöző az ön területe felett, uram. Egy szövetségi bírónő a túszta, szeretnénk önöktől helikoptert kérni. Itt a pisztolya. Szabad kérnem, hogy tartsa egy percig, uram? Elnézést kérek. A neve Conor Gallagher. Fegyvere van, veszélyes. Három férfit és egy nőt ölt meg a reptér mellett. Valami elhagyott üzen. De azért lehetnek itt biztonsági őrök. Nincs itt egy lélek sem. Na hát. Ide nézzem. Remek. Lássuk, mit tud nyújtani a bébi. Na, mi van a lemezen? Valamiféle könyvelési tételek. És pedig több száz, számok és számok. Egyetlen szó ismétlődik köztük, a dicsőség. A többi szám. És a gépben? Bevetés Marsánál. Ezt nézték rajta utoljára.
Legyünk hálások ezeknek a pornó CD-romoknak, mert ezekért tartja üzemben a gépet valaki. Itt van az a szám, amit Pennybet küldött. Itt. Sehol semmi. A halak jegyében született? A lányom adta ajándékba. Nagyon szereti őt, ugye? Igen. Tudja, mi az, amit se őt sem értek? Hogyan jutott oda, hogy elveszítse? Azt szeretem, ami egyszerű, és minden bonyolultá vált. A katonasággal, Samantával, és még Ellával is. Türelem kell, ha a dolgok bonyolódnak. Tudom, de nem tetszik. Átvágom még a csomókat. Igyekszem hozzá méltó apa lenni. Sajnálom, hogy nem mindig sikerül. Ezt miért kaptam? Igazán nem tudom. Határozott már, szenátor asszony? Még nem. De aggódom a kongresszus miatt. Semmi értelme. Elég csalódást váltott ki a házban a reformterv, hogy építhessünk rá. Ha a Védelmi Bizottság segít. Jól tudja, hogy mi az álláspontunk. Sajnálom, a homályos ígéretek ideje lejárt, asszonyom. A dicsőségterv valóra válik. Nyíltan mellénk áll? Egyet értsen meg, Mekötér. Kudarc. És ott maradt teljesen egyedül. Elnézést, uram. Telefon Branson őrnagytól. Tessék. Kiadták a körözést, uram. Igen. Hogy elkapjuk őket, légiradarrendszer kell. A rendőrség semmit sem ér. Van hívünk Seattle-ben. Már is intézkedem. Kitűnő. Az űrhajózási hivatal ma délután közölte, hogy az OBS 5-ös rádióteleszkóp kedre tervezett fellövését jóvá hagyták. Az elnök, aki hétfőn este Seattle-ben beszél, jelen lesz az eseményen. Aligha lesznek viszont a vendéglistán a seattle-i dokhatóság dokmunkásai, akik már 5 hete sztrájkolnak, a megegyezés bármiféle jele nélkül. A tárgyalások folytatódnak, és közvetítőt hívtak a nyitott kérdések megoldására. És most az időjárásról. Az előrejelzés szerint napsütés és emelkedő hőmérséklet várható. Ez DH. Mi? SDH, Pennybet számsorában. Tudod, mit jelent? Ne. Seattle-i dokhatóság. Ez egy konténer száma. A 7015 a helyét jelzi, a 489 pedig azt, hogy hűtött szállítmány. Mi van benne? A rakomány nincs jegyzékben. Az ott a katonai rakodótér, ahol a vámhivatal sem illetékes. Sajnálom, de a többiről csak a hadsereg nyilatkozhat. Igen, uram, értettem. Nyitva tartom a szemem. Rendben. Talán beenged. Várj. Mire? Gyanítom, hogy ide nem érvényes a belépőnk. Visszajövünk este.
Ez lesz az. Feltörték a plombát. Valaki látogatja. C17, H19, N03. Mi ez? Morfium. Tehát ez volt az elrabolt szállítmányban? Russo! Mi a franc ez itt? Mi segítünk magának, Jake. Tudunk McAteerről és Bransonról. Pennebot hozzánk fordult, de túlságosan félt, és túl sokáig várt. Beszéljen a szállítmányról. Orvosi morfium az öböl háborúhoz. Megtudtuk Szaúd-Arábiában, hogy jött ez a fuvar. Eltartott pár hétig kigúgyizni, hogy csapjuk meg, de a terv bevált. Egy vagyon került a kezünkbe, de volt egy gubanc. McAteer rájött. Hadi törvényszék várt ránk. Aztán egy héttel a tárgyalás előtt bejött hozzánk. Nem tudták kinyomozni, hová rejtettük a morfiumot. Ajánlatot tett. Azt mondta, közben jár, hogy lezárják az ügyet egy feltétellel. Ha átpasszoljuk a morfiumot. Meg is tettük. Ő ránk bízta a szajrét, áthozatta ide és velünk adatta el apránként. De miért tört az életükre? Néhány évvel ezelőtt elkezdtük megcsapolni a szállítmányt a saját zsebünkre. És McAteer rájött? Igen, és Branson vadászik ránk. Elmehetünk az ügyészségre, megvan már a tanunk. Maga normális? Hát nem érti, mi itt a lényeg. Nem csak ez a konténer, az összes konténer egytől egyig McAteeré. Nem értem, hogyan. A morfium volt az első lépés. Azóta százával csalnak, ezrével lopnak neki. Fegyver, drog, lőszer, alkatrész. És könyvelik. Igen. Az könyvelés. A lemezen. Dicsőség alapnak hívják, és mindent elkövetnek, hogy megvédjék. Tapasztalják majd a fellövésnél. Mit tapasztalunk? Mi lesz a fellövésnél? Elképesztő, hogy maguk még élnek. Mondja meg! Késő. Még nem késő. Russo! Nem állíthatják meg! Halló? Peter? Itt Fész. Fész, hol vagy? Segítened kell. Azt hallottam, elraboltak. Jól vagy, nem esett bajod? Kérlek, nagyon figyelj. Küldök egy faxot a lakásodra. Azt akarom, add át Virgilio bírónak. Délig biztosan az irodájában van. Csak neki add át a saját kezébe. Megértetted? Igen. De mi az? Árujegyzék másolata. Lopás, csalás a hadseregben. Mi? McAteer nyakig benne van, és embereket öltek, hogy leplezzék. Atya úristen. Hadd kérdezzek valamit, Fész. Nálad van az eredeti? Az biztos helyen van. Rendben. Azonnal indulok. És Peter? Ez az anyag nem sztori, ugye érted? Az Istenért, Fész. Szeretlek. Hívjon fel ezen a számon. 206-555-0101. Igen. Peter Scanlon, Washington Gazette. Kérem, McAteer tábornokot. Tessék. Tudok valamit, ami érdekli tábornok.
Hány órája? Hát 4,5 órája. Gyerünk, Peter, vedd fel! Nem veszi fel. Elárult téged. Mi az ördögről beszélsz? Peter. Nem tudta más. Rájöttek, hogy McAteer tábornok folyamatos csalást szervez az Egyesült Államok hadseregében? Igen, de ez általában nem a Nemzetvédelmi Szolgálat asztala. Hogy kerültek ebbe az ügybe? Úgy véljük, hogy az elnök meggyilkolását tervezi. Ugye ne tréfáljon! Bár csak tréfálnék. Az elnök elszánta magát a Pentagon reformjára. McAteer tudja, hogy ez lebuktatná. Milyen időpontra tervezik? A fellövés idejére? Igen. McAteer üzelmei lezüllesztik az egész hadsereget. De túl sok befolyásos barátja van ahhoz, hogy bizonyíték nélkül csapjunk le. Az a lemez a bizonyíték. Leszállás! Kalaun légitámaszpont. Szép munkát végzett. Nézze meg a lemezt. Igen, uram. Meg vagyok lepve. Azt hittem, több eszük van. Esküszöm, maga elmebeteg. Sok mindenre rájöttek már, de nem tudják, mi a fő célja ennek a munkának. A katonai költségvetés 10 éve csak nyírbálják. A beosztottjaim fizetése kevésbé fontos, mint hogy illegális bevándorlók kölykeit oktassák, vagy vandálok jogait védjék, akik az ászlónkat égetik. Elhatároztam, hogy nem tűröm ezt tovább. Ó, ezért lop és csal. A lopás minden hadseregben járvány. Ha sok egyenruhás zárnak össze, előbb-utóbb néhányan elkezdenek lopni. A bajtársaim és én csak biztosítjuk, hogy a lopás hasznát visszaforgassák a hadseregbe. Tehát van egy magánhadserege, magánköltségvetéssel, az adófizetők pénzéből. A költségvetésünk tűrés határa 3%. Ez a 300 millió dollár elpárolgott minden évben.
Hát most nem párolog el a 300 millió. Nem hiheti komolyan, hogy az elnök meggyilkolását képes leplezni. Válságba kerül az ország, erős emberre lesz szükség. Nincs válság, ami ezt leplezni. Történelmünk legsúlyosabb terrortámadása erőt követel. Hívjon fel, ha kész. Kövessenek, uraim! Nos, kezdhetjük? Ennél komiszabbnak még nem virrat magára. Menekülj gyorsan! Rohanj! Vigyázz! Fuss, fuss, ahogy csak bírsz! Hölgyem! Gyerünk vissza a csarnokba! Uram, megnézni a monitort? Ezt a lemezt adta Geleher. Elkapni. Velem jön. Minden kész? Most érkezik az elnök. Jó, 20 perc múlva fellövés. Ha volna szíves most arra tekinteni, elnök úr. A fellövés előtt 15 másodperccel azok a tartályok ott messzebb üresek lesznek már. Addig a torony alatti árokba zúdítanak 1 millió gallon vizet. Jó, rendkívül impozáns. Onnan egy alagútba ömlik, éppen a rakéta alá, hogy felfogja a visszalökést. Kifelé. A rámpára. Mozgás! Gyerünk!
most már sikoltozhat, ha akar. Ismeri a vákumbombát, asszonyom? A legnagyobb hatóerejű nem nukleáris fegyverünk. Persze, hogy az elnököt elérje, egy kis extra löketet adunk hozzá. Az a 3,500 tonna szilárd üzemanyagot fenn épp elég lesz. Akkora gödör lesz a sírja, amit a világűrből is látni lehet. De ott ártatlan emberek vannak. Nem sokáig. Hamarosan kezdődik a kilövés. Irányítórendszer felkészült. Ellenőrzés. Még egy. Ez robbantja fel a tornyot! Ajaj. Csak egy bomba. Lássuk, hogy is működik. Connor. Épp koncentrálok. Jól van. Ó, te bonyolultnak látszik. Igen. Igen, annak. Két perc és számlálás. Előgyújtás. Connor. Felgyorsult az időzítő? Igen. Sajnos nem úgy néz ki, mintha tudnád, mit csinálsz. Kilencven. Ha nem hatástalanítjuk, együtt halunk meg. Maga csak akkor boldog a kis cserkész lehet, Connor? Ha fényesíti a sasos jelvényét? Nézzet. Van fogalma arról, milyen kurvára idegesítő? 60 és számlálás. Árkot elárasztani. Próbáld meg! Ez egyszerű volt! Fordulj el! Mi? Félre! Gyere! Erre próbáljuk meg! Elment az eszed? A francba! Gyerünk innen, futás! 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Rakéta begyújtva. Fantasztikus látvány. Igen, az. A hordozó rakéta pontosan a megadott időpontban indult el a kilövő állásból. Álljon az meg. Az Egyesült Államok elnökének jelenlétében felröppítse az űrbe a rádióteleszkópot.
És most visszatérünk az ötös csatorna tudósítására új felvételekkel a példátlan letartóztatási hullámról, amely tegnap a Pentagonban kezdődött, és egész éjszaka folytatódott az ország katonai támaszpontjain. Fehérházi források még nem erősítik meg azt a hírt, hogy magasrangú tisztek hallatlan méretű gazdasági csalásba vettek volna részt. Az ötös csatorna híradója exkluzív nyilatkozatot kapott a Pentagon két volt magasrangú tisztviselőjétől, akik kijelentették, hogy a kormányzat a legkevésbé sem fedezte ezeket az üzelmeket. Tartsd, apu! Itt van. Majdnem eltaláltál. Csapkodj az uszonyat a halacskán, ez az. Ez az, ügyes vagy. Várjál, várj, most én jövök. Gyertek, Ella, megsült a hús! Tudhatnám, miért settenkedsz itt? Hát én... Csak azt akarom mondani, hogy bármi is esett meg köztünk, a körülmények voltak olyan rendkívüliek, és én nem szeretném, ha úgy éreznéd, hogy most... Értem már. Csak azt akarod mondani, hogy nincs itt a fürdőruhád. Ha van még egy kis szabad időd, ismerkedj meg a kislányommal. Ella, ő itt fész. Magyar hangok. Rosta Sándor, Takács Katalin, Vég Péter, Barbinek Péter, Juhász György, Kocsis Marian, Orosz István, Hegedűs Miklós, Albert Péter, Kardos Gábor, Horváth Ferenc, Sárközi József. Magyar szöveg Asztalos József, hangmérnök Csomár Zoltán, vágó Zöld Zsófia, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Frenkó Zsolt. A szinkront az HBO készítette. Produkciós vezető Végödön.